Várongon alig 180-an laknak. Volt idő, amikor a megszűnés veszélye is az itt élők feje fölött lebegett, hiszen szerepkör nélküli településként tartották számon. A helyiek a falucska vezetésével összefogva másként gondolkodtak a jövőről. Ennek köszönhetően fejlesztésbe kezdtek, és sikeres pályázataiknak köszönhetően lépésről lépésre újították meg, vagy építették föl mindazt, amit lehetőségeik határain belül maradt. Új út épült a falu főutcáján, létrehozták a faluházat, és a turizmus fejlesztése érdekében panziót is építettek. A Dózsa utcára azonban valahogy sosem jutott a pénzből. A belügyminisztérium pályázata lehetőséget adott a régi adósság törlesztésére. Nagyon nagy jelentősége van a falu életében. Azt mondhatnám, hogy talán nagyon sok pályázatot bátunk már, de erre a pályázatra vártunk a legjobban. Ez 89-ben épült az út, és nagyon rossz kátyús volt már, és régi álmom, hogy ezt az utat meg tudjuk csinálni. És több éven keresztül adtunk be pályázatot, de sajnos nem sikerült. Mindig ilyen belügyminiszteri pályázat volt, de mindig elfogyott a pénz. Most tavaly nyertük meg ezt a pénzt, a tavalyi évben, 2018-ban, de csak ebben az évben tudtuk megvalósítani ezt a pályázatot, mert ugye különböző dolgok vannak, amit ugye előtte le kell bonyolítani, és hát ugye elég sok pénz volt a saját erő is itt, mert a Várongnak az iparőzési adója elég jó, és az adóerőképesség jobb, és akkor így 35%-ot kellett a Várongi önkormányzatnak fizetni, 20 millió forintos pályázat volt, ugye 20 millió forintból 13 milliót fizetett az állam, és 7 milliót fizetett a Várongi önkormányzat, de így is nagyon örülünk, hogy elkészít, mert tényleg jó minőségben megvalósít, és ez egy nagy boldogsága nekem is, meg a falu lakóinak, meg a képviselőtestületnek. A Dózsa utca 1300 méter hosszban kapott új felületet, és a patkarendezésnek köszönhetően a vízelvezetés problémája is rendeződött. Nagyon kis keskeny út ez, mert ugye annak idején, amikor készült, nem volt többre lehetőség, 2 méter 60 centi széles, és most sem lehetett ezt szélesebbre, ezt aszfaltoztuk le, és akkor még csináltunk neki patkát. Úgyhogy nem 3 vagy 4 méter széles, hanem keskeny, de így azért elférnek a gépek, ki is tudják kerülni egymást, megcsináltuk a vízelvezetőket is így lefele, nem arkot, hanem szépen lesegítettük, úgyhogy jó néz ki az út, nekem tetszik a minősége is, úgyhogy örülök neki, megmondom őszintén. Várongon nem adták föl. Még ha zsáktelepülés is, ha az élet sokszor nehéz helyzet elé állítja a vezetőket, újabb és újabb megoldásokat keresnek lakhelyük élhetőbbé tételére. Évek óta tesznek annak érdekében, hogy egyre többen látogathassanak el ide, és ha lehetőséget látnak ebben a nyugodt környezetben, akkor segítsék a fejlődést. A szükséges infrastruktúra a rendelkezésre áll.